Sziasztok! A Spektrum hírek keretében ezúttal a videó formájában jelentkezünk, mivel az Alpha 3.17-es verzióban érkezik a repülés közbeni tankolás. A CIG a fentiek miatt összeállított egy útmutatót, hogy ez pontosan hogyan is fog működni. A videó választ a tanker személyzetének és a vásárlónak is. Először nézzük a vásárló oldaláról. A folyamat első lépésekén dokkolási engedélyt kell kérned a Starfarer-től. Ehhez ki kell jelölnöd azt, amit a labbeállításoknál a T betűvel tehetsz meg, majd az M betűvel kérhetsz engedélyt. A tanker ezután engedélyezi a dokkolást, majd kiereszti az üzemanyag töltőcsövet. Ezután rá kell dokkolnod a Starfire erre, amit kézi vezérléssel vagy az N betű hosszú lenyomásával robotpilótával is megtehetsz. Ha sikeresen bedokkoltál, akkor a mobiglászon meg kell keresni a Vehicle Maintenance Services applikációt, ahol két lehetőség közül választhatsz. Vagy automatikus teletankolást kérhetsz, vagy kiválaszthatsz kisebb mennyiséget is. Ez a kérés közvetlenül a tanker kezelő személyzetéhez fut be, akik ezt követően elindítják a tankolást. Most pedig nézzük a tanker szemszögéből. Először is szükséged lesz egy tankerre. A 3.17-es frissítésben két ilyen hajó van, a MISC Starfarer és a MISC Starfarer Gemini. A Starfarer tartályának feltöltése ugyanúgy működik, mint bármely hajó megtankolása. A Mobiglass Vehicle Maintenance Services applikációban ki kell választanod, hogy milyen üzemanyagot akarsz vásárolni, majd rákattintani a manuára. Ezzel minden tartályt feltölthetsz az általad kívánt üzemanyaggal a kívánt mennyiségben egy tartályba csak egyféle üzemanyag tankolható. A fentieken túl lehetőséged lesz arra is, hogy egyik tartályból a másikba juttasd az üzemanyagot, ha van neki szabad hely. Ennek az irányítását a hajó hídján a Pond Management munkaállomásnál találod. Nyomd meg a pump feliratot azon a tartályon, amit fel akarsz tölteni, és az open gombot azon, amit ki akarsz üríteni. Ezután a hajó automatikusan átfejti az üzemanyagot a másik tartályba. Most, hogy fel vannak töltve a tartályok, keres olyan hajót, aki tankolni akar. Ha megtaláltad, menj a hídon a megfelelő munkaállomásra, és választ ki a tankolás módot. Nyomd meg a képernyő alján található gombot az üzemanyag töltőcső kieresztéséhez, majd fogadd el a dokkalási kérelmet. A kérelem a hádon fog megjelenni úgy, mint egy barátnak jelölés. Pár dolgot be kell állítani, mielőtt megkezdhetnéd a tankolást. A képernyő bal oldalán minden üzemanyag számára beállíthatsz egy árat. Az autoprice ár beállítás automatikusan 10%-kal drágábbra állítja be az árakat, mint amennyiért te magad vetted. Az árazás mellett látszik a vedokkolt hajó, annak neve és hogy ki vezeti. A jobb oldalon láthatod az összes tartály aktuális üzemanyag szintjét, és hogy milyen típusú üzemanyagot tartalmaznak így tudod kinyitni a szelepet is, hogy elindítsd a tankolás, valamint azt is, hogy milyen üzemanyagból mennyit akarnak vásárolni, és mennyit töltött már át a rendszer. Ha az árakat beállítottad és készen állsz a tankolásra, akkor ki a tartályt. Ezt úgy teheted meg, hogy megnyomod a Pod Management gombot a tankolás képernyőn, vagy a legénység egyik tagja is kinyithatja azt a Starfarer hátsó külső rámpáján a tartályoknál elhelyezett képernyőkön. Nyisd ki a megfelelő tartályt, hogy az üzemanyag elkezdjen áramlani, nyisd ki a szelepet és állítsd be az átvitel szintjét. Az átvitel szintje azért fontos, mert ha túl gyorsra állítod, akkor elképzelhető, hogy túlcsordul és megrongálja az üzemanyag töltőcsövet, valamint az üzemanyag egy része kiszökhet az űrbe. A véget ért a feltöltés, csukd be a szelepet vagy nyomd meg a stop gombot az üzemanyag tartályon. Egy fontos szolgáltatás is bevezetésre kerül a tankolással együtt, ez pedig az escrow service, aminek az a lényege, hogy a tankolás megkezdésekor a kialkudott összeg letétbe kerül, amiből valós időben utalják át a tanker részére a már átjuttatott üzemanyag árát. Erre azért van szükség, mert mindkét félnek lehetősége van megszakítani a folyamatot, amivel a tanker személyzete vissza tudna élni. Ha bármilyen okból például egy támadás miatt meg kell szakítani a tankolás, azt a vásárló az embetű lenyomásával, a tanker személyzete pedig a képernyőn az abort tudja megtenni. Ilyen esetben az Escrow Services az át nem pumpált üzemanyag árát visszautalja a vásárlónak. Fontos tudni, hogy a most bekerülő tankolás még csak az első verziója ennek a szakmának, és a jövőben bővíteni fogják azt különféle módokon. Köszönöm a figyelmet, hosszú és eredményes életet! stinsky stilinski. stilinski stilinski good job stilinski yes good job stilinski. so